Ön a Juventus Rádiót hallja, benne pedig a Sztársávot, 3:49 lesz. Keresztes Ildikó énekesnő sokáig depressziós volt. Sándor András kollégám most a betegsége tüneteiről, illetve a kezelés hatékonyságáról beszélget vele. Ildikó, mindjárt át is adlak Andrásnak, de hadd kérdezzem már meg így elöljáróban. Tudom, hogy nehéz volt az életed, meg sok viszontagságon mentél keresztül. Emlékszel, hogy melyik volt az a pont, amikor már végre jól érezted magad a bőrödben? Én leginkább olyan 35 fölöttől kezdtem magam jól érezni a bőrömben, mindenféle szempontból. Ez nyilván alkati kérdés, nem találtam a helyemet a világban, nem tudtam, merre tartok, ki vagyok, de hát az énekesnő is csak ember, tehát azért azon kívül fenn csillog szép ruhába a színpadon, azon kívül ugyanolyan ember, mint a többi, tehát mindenféle dolog ért engem is az életben. Erre szokták azt mondani, hogy átok és áldás is egyben, mert ha nem ért volna, akkor talán nem így énekelnék, viszont néha azt mondom, hogy hát akkor inkább nem szeretnék ennyire énekelni, bár kímélt volna meg egy-két dologtól, de a fene tudja, hát ez az én sorsom, én ezt a csomagot kaptam, ezt viszem. Neked nap mint nap eszedbe jutnak ezek a rossz dolgok? Nem, tudod kell rólam, hogy én egy nagyon-nagyon, én egy oroszlán jegyű ember vagyok, aki iszonyú harcokat él meg belül folyamatosan. Tehát folyamatosan tépelődök. Nem kell ehhez a külvilág, hogy én iszonyú nagy harcokat éljek meg magammal. Ez egyszerűen adott, van. Volt ilyen időszakom, hogy depressziós voltam, 2 évig gyógyszereken éltem. Hála Istennek, kigyógyultam belőle, ezért is tényleg ki lehet gyógyulni? Hogyha én most erre tudnék választ adni, akkor talán Nobel-díjat is kapnék rögtön. Tehát én azt gondolom, hogy a pszichológia az egy nagyon-nagyon tág és nagyon-nagyon nehéz terület az orvostudománynak, bár nyilván nem az egyedüli. Szerintem ebben még az orvosok is csak kapizsgálnak és kísérleteznek. Ahány depressziós van, az annyi féle. Rengeteg válfaja van ennek a betegségnek, legalábbis amennyit én tanultam a saját betegségemből, meg amiket láttam, meg tapasztaltam. Igazán el se lehet különíteni, hogy mi számít pániknak, mi depressziónak. Nem tudom, én szerencsés voltam, viszonylag gyorsan elkerültem egy szakemberhez, aki tulajdonképpen gyógyszeres kezeléssel, remélem, hogy örökre kigyógyított. Most már én is próbálok odafigyelni, mert egyébként is tehát ilyen eléggé szenvedős alkat vagyok, és saját magamat is le tudom húzni. Én nagyon sajnálom azokat az embereket, akik nem mernek, vagy szégyelnek szakemberhez fordulni, vagy nem tudják, hogy kihez, mert ugye hát nagyon sok szakember van, és nagyon sok, aki nem jó, nagyon sok, aki jó. Meg olyanná válsz, mint egy kísérleti nyúl. Tehát elkezdenek gyógyszerezni, lehet, hogy ez a gyógyszer nem jó rád, az se hat, ez meg ilyen mellékhatás, az olyan mellékhatás. Én nekem szerencsém volt, mert az első gyógyszerre jól reagáltam, és már nem is voltam olyan állapotban akkor, hogy én pszichoterápiára járjak. Tehát nekem kézzelfogható segítség kellett. Tehát én már velem már hiába beszélgettek, mert nem abban a stádiumban voltam, nem volt kivel beszélgetni. Mondom, ez adódik az alkatomból is, a családban is előfordult már ilyen. Egy mindenképpen. Ő ki volt? Ő a nagynéném volt, édesanyámnak a húga, de természetesen mi nem tudtuk akkor, hogy ő depressziós. Csak így furcsa dolgokat produkált? Hát így visszagondolva gyerekkoromra, hogy ő miket produkált, teljesen fölismertem magamat benne. Csak akkor ezt a betegséget még annyira se tudták kezelni, mint ma. Tehát össze-vissza gyógyszerezték, és mai napig sem mondhatom, hogy egy normális emberrel állunk szemben, mert igencsak el lett kezelve, de hála Istennek viszonylag azért jól veszi az akadályokat, és létezik, él, tehát... Te gyerekként akkor te megrémültél tőle, vagy az ő tüneteitől? Nem rémültem meg, mert én nem tudtam, hogy vele mi történik. Tehát én ezt nem éltem meg akkor, hogy ő egy beteg ember lenne. Én csak a mostani agyammal mondom azt visszagondolva, hogy amiket én aztán tapasztaltam a depresszió kapcsán, hogy megvilágosodtam, hogy jé, hát ezek voltak ott is, vagy nagyjából ezeket láttuk, csak mi ugyanúgy legyintettük rá, és nem vettük komolyan. Mi az, hogy te állandóan fáradt vagy, mi az, hogy te éjszaka nem tudsz aludni, napközben egész nap aludnál, mi az, hogy egész nap bőgsz, mi bajod van, hát mindened megvan, mit akarsz? Hát ez a legszörnyűbb, amit tudsz mondani egy depressziós embernek. Ez történt veled is? Mi volt a legdurvább, amit produkáltál? Hogy miket? Hát a legnagyobb baja ennek a betegségnek, hogy nem veszed észre a folyamatát. A reggelek voltak a legszörnyűbbek. Tehát kinyitottad a szemed, és már bögtél. Már úgy érezted, hogy inkább meg akarsz halni, mert még egy szörnyű nap, ami most következik, és csak most kezdődik, borzasztó. Aluszékony voltam, iszonyú fáradt, tehát vegetáltam. Tehát mint és akkor voltam 30 akárhány éves, mint egy 93 éves nő. Nem tudtam enni, nem tudtam éjszaka aludni.
Amikor végre elaludtam, akkor aludtam volna legszívesebben egész nap. Állandóan bőgtem, nem éreztem ízeket, nem láttam színeket, minden szürke volt, kilátástalan. Nagyon nehéz volt. Iszonyú. Merjünk tehát segítséget kérni. Ildikó, nagyon szépen köszönöm, és András, neked is a segítséget. Ez továbbra is a Sztársáv, amelynek folytatásából kiderül, hogy ki az a két híresség, akivel együtt éjszakázott Ákos. Maradjon a Juventus Rádió mellett. What is love?